magyar cincerét! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ja! 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 Szurkoló is vagyok, egyrészt, mert zöld a vérem, másrészt meg én vagyok a Ferencváros női kézilabda csapatának a hangja. Ezáltal a Magyar Kézilabda Szövetség alapján én nem szurkolhatok. Tehát én nekem nagyon kettős a dolgom, és nem bírom ki, én nagy vérzést kaptam. Én azt hittem, hogy ott a kispadon meghűlök, és folyamatosan persze kérdeztük ott az ellenőröket, hogy most hogy van, mint hogy van. És tényleg így a legnagyobb rendezők, tehát a Coppola nem tudott volna ilyen meccset rendezni, ami tavaly volt ez. És azt, hogy azt a 7 méterest elmerték vállalni, én nem tudom, hogy melyik játékos, tehát ha én női játékos lennék, én biztos, hogy nem jelentkezem. Kezdtem volna arra 7 méteresre. Én szerintem nagyon jó erőpróba volt a lányoknak az is, hogy három orosz csapatot vertek ki, és ugye Oroszországban azért nem könnyű játszani, és ott is helyt tudtak állni, szerintem meg lesz a győzelem. Hazai pályán Dabason óriási hangulat lesz megint. A szurkolók, és itt szeretném megköszönni a szurkolóknak a segítségüket, mert hogy velem vannak, és én is a szurkolókkal, és ez egyre jobban összehangolódunk, és Dabason tényleg pokol van. Itt is a Főtáv arénában is néha-néha pokol van, de Dabason abszolút pokol vár a Viborgra, és nem az a Viborg jön, aki tavaly jött, viszont nem az a Ferencváros fogadja, aki tavaly fogadta. Tehát mind a két csapat szerintem sokkal jobban erősödött. Nem várok ilyen drámai csatát. Én azt várom, hogy simán, mint az oroszokat, simán le az első 5 percben 5-0-val nyitunk, és akkor onnantól kezdve szépen végig megyünk. Én ilyen 6-8 gólos különbséget várok egyébként a csapattól, mert szent meggyőződésem, hogy a kupának itt van a helye Budapesten, a Főtáv arénában. Mindig izgulok meccsek előtt, ugyanúgy, mint a lányok. Én úgy érzem egyébként, hogy a lányok befogadtak, és mint csapattag vagyok ott a kispad mellett. Ott leszek mindenféleképpen, mert ugye eltették a mi meccsünket is ugye szombatra, hogy meg tudjuk nézni a meccset. Családostól fog menni, úgyhogy én ott fogok drukkolni nekik.